Tripati Prabhu kérésére elmesélek, megpróbálom elmesélni, megmutatni, mi történt egy pár nap alatt, ahogy jártam Oroszországban. Izgalmas volt, a legnagyobb csoda volt az a Bhakti Chaitanya Maharaj, mert vele mentem. Körülbelül akkor csatlakozott, mint Srila Sivarama Maharaj, 73-ba, és nem tudom, most idősebb vagy fiatalabb, hát fiatalabbnak nem néz ki, mint Srila Sivarama Maharaj, de azt, amit ő csinál, hát ez mindenki csak így fogta a fejét, hogy úgy utazni 1000 kilométereket, hogy 2 nap egy város, azt nem tudom, ezt hogyan csinálja. Ő fel van hatalmazva. Látszik rajta, hogy ő érzi ezt a missziónak a felelősséget, hogy felvállalta Srila Prabhupádnak a misszióját, és ezért Krishna felhatalmazta. Egy ember ilyen korban, 20 éven keresztül, az oké, 3 hétre elmentem, de ő egy 20 évig keresztül ezt csinálja. Hát nekem nagyon felborult mindenem. És ő megy, mintha semmi nem történik. Ez hihetetlen, mert Oroszország, ezt tudjátok, az félföld. Hogyha utazol, majd mindjárt fogok mutatni számokat, hogy mennyi volt az utazásunk. Jó, ez megy. Mennyi volt az utazásunk? Így gyorsan ezeket kirakom, hogy lássunk. Mentünk, ugye Budapesten kezdtünk, akkor utána onnan Moszkvából másnap mentünk. Ott találkoztunk Bhakti Chaitanya Maharajjal a reptéren, itt az a kettes, ott találkoztunk, és akkor mentünk vele Pszkóvba, utána Szentpétervárral mentünk kocsival, utána mentünk Szentpétervártól Moszkva keresztül, mentünk repülővel Belgorod. Majd lesz kis térképek is, hogy lássatok, hogy ez egy nagyon cikcak volt. Akkor, mert Szentpétervár az észak, a nyugat-észak, a Belgorod az a dél majd. Hát dél, persze van, utána mentünk még délebre, utána még mentünk, csak nektek fordítva kell mutassam. Utána mentünk keletre, a Szibériába is voltunk. Hát nem tudom, sajnos vagy szerencsére, de oda, ahol katona voltam, oda nem mi jutottunk, ma az még egy pár ezer kilométer pluszban lett volna. Az a Bajkál után, mi még Bajkál előtt voltunk. Akkor igen, akkor voltunk ez a Krasznodár, az a Fekete-tengertől 100 kilométernye, ott volt Sadhu Sangha Fesztivál, és akkor onnan, ez a Gilindzsik város, onnan már mentünk Szibériába, Moszkván keresztül, lehet látni kilométereket, órákat. Az volt a jó, hát én gondoltam, nem fogok már kibírni, mert éjszaka, meddig értünk Moszkvába, ott vártunk, és 23-kor indultunk Szibériába, ahol eltérés még 4 óra, Magyarországgal 5 óra, az azt jelenti, hogy nincs éjszakát. Fú, és utána rögtön program. De szerencsére félig, mondjuk pozitívan mondjuk, félig tele volt a repülő, csak félig, ezért le tudtunk feküdni sorokba, és aludtunk. Mindenkinek jutott egy sor. És akkor Bhakti Chaitanya Maharaj is lefeküdt, aludt. Szóval ez egy jó volt. És utána Tungsba ott mentünk kocsival, hát olyan utakot, mint Krishna Vőbe 95-be. És akkor mész 400 kilométert. Én nem tudom, hogy Bhakti Chaitanya Maharaj hogy bírta ki, de úgy, hogy olyan gödrők, mint hogyha van aszfalt, nincs aszfalt, az nem lehet érezni. Ja, és utána Novoszibirsk, ez a... 1000 kilométer autóval. Ma mindjárt lesz összesítés, hogy mennyi pontosan mentünk kocsival, repülővel. De... Az a szörnyű az. Melyik? A 8-as. Tomszk. Ez több utat mentünk. Egyik városba 2 éjszaka, másik városba 2 éjszaka, harmadik város 4 éjszaka, negyedik város 2 éjszaka, és összesen ennyi volt kilométer. De ezek a 4 óra,
Hát amikor Magyarországon nem voltak még autópályák, és hogyha nem lenne aszfalt, akkor képzeljétek el 400 kilométer így menni. Így, téged így dobálja ott, mint a cunami, nem tudom, blender, vagy hogy mondják ezt magyarul, benne vagy egy ilyenbe. Szóval nagyon jó. Na most itt van egy kis összesítés az egésznek, akkor mentünk repülővel összesen ennyi kilométert, 10 repülővel mentünk, nem egyszerre, hanem egymás után. Utána ennyi kilométer mentünk kocsival. Összesen volt ennyi kilométer, 17 ezer, nem látom mindent, valamennyi. És ez a 24 nap alatt, ez meg lehet osztani, hogy mennyi volt, mennyi egy napra esik. Szóval két, hát általában a Fekete-tengeri Szadusanga Fesztiválon ott voltunk 6 napig. De ott kész voltam. Hogyha nem lett volna az a 6 nap, akkor lehet, hogy már nem jönnék vissza, mert furcsa volt a szervezetem, de végül jó lesz, jó lett. És akkor elindultunk Moszkvába először, első nap Budapestről, akkor hát ott Moszkvába csak kicsit találkoztunk a Srila Sivaram Swami Maharajnak pár tanítványaival, vannak nagyon jó baráti kapcsolatunk, és egy kicsit fotóztam Moszkvát, gondoltam, megmutatom. Ezek az épületek, amit itt látjátok, ez még a Sztálin időben épültek, ő akarta Moszkvába felépíteni lakóházukat, ilyen 5 vagy 7 ilyen speciálisan kinézetű házok vannak Moszkvába. Aztán elmentünk Vöröstérre, mert Vöröstér ez egy szent hely, ha ki tudja. Nem azért, mert Lenin van ott, mert azért, mert Srila Prabhupada ott járt. Ott voltunk, itt vannak a bakták, aki volt. Igen, Igor, téged üdvözöl. Mahaprabhu kérte, hogy adjam az üdvözletet. Igen, napi kapcsolatban vagy idegnek. Jó. Igen, Igor, akkor a Adishwari Mataji, aki középen van, ő a Srila Sivaram Maharajnak a Facebook orosz oldalnak a felelőse. Nagyon nagy harcos. De zárva van a Vöröstér, pont mögöttünk van. Akartam parikrámról csinálni baktáknak, Prabhupádnak a szent helyekről dolgokat. Ezért azon a napon nem sikerült, de akkor csináltunk egy pár képet. De aztán visszafele csináltunk, most össze fogok vágni egy ilyen rövid videót a Srila Prabhupada parikrám útja Moszkvába. Bementem hotelbe, ahol lakott, és akkor elmentem ezeken a helyeken, ahol képek vannak Prabhupádról, majd lesz róla a videó. És ez egy híres épület Moszkvába, az FSB, most úgy hívják, KGB-t hívták régen. A hoteltől, ahol élt Srila Prabhupada, 800-700 méter, 3 perc gyalog. Nagyon sok baktát oda vitték be, nagyon sok. Bhakti Vigyan Maharajjal kezdték, őt is bevitték, és utána, mivel ő nem akarta beválni, amit ők kérnek, akkor kirúgták az országba, ugye ki tudja. Nalini Kanta Mataji együtt volt Bhakti Vigyan Maharajjal Svédországba. Együtt BBT-be szolgáltak. Akkor ő volt Vaidyanath Prabhu. Szóval ez egy híres épület. Akkor ez is egy ilyen híres dolog, ez az orosz, aki szovjet időben látta filmeket, Mosz film, ez volt a neve, ez a logója volt ennek a... Hogy? Igen, na, átadom a szót. Köszönöm szépen. Igen, szóval vannak sokféle érdekes házak, de van prédikálás. Moszkvában nem volt programunk, de tavaly voltam. 4 brahmacsári asram van Moszkvában, külön helyeken. Van egy templomunk, amin nem a sajátjuk még, ott most bonyolult, nem megyek bele, majd Moszkváról, ha akarja valaki, külön egyszer tudok mesélni, mert ez nagyon hosszú dolog. De megy a prédikálás. Hát a legrosszabb a vasárnapi program a fő központokban, amikor így nagyon esik az első, akkor 1000 ember eljön. Jó, hát hogyha mindenki elutazik az orosz Szadusanga fesztiválon, akkor 600-an eljönnek, akkor már üres a templom, Konga templom, ez a Moszkva. És akkor innen már mentük is rögtön városba, Pszkóvba,
nagyon jó hangulatú kis város volt, ahol éltünk Bhakti Chaitanya Maharajjal, hatalmas nagy házak, nem tudom baktáknak, hogy sikerült, de akkor a házak, hogy őt el lehet tévedni. Mentünk oda, itt pont fogadták a Bhakti Chaitanya Maharajot, kedves bakták, itt laktunk ebben a házban. A Pszkovnak a város nem láttam, mert nem volt időnk. Ma annyi volt a reggeli program, vissza, rehabilitáció, esti program, vissza, rehabilitáció, reggeli program, esti program, és akkor mindig valami ilyesmi volt. Néha próbáltam vágni gyorsan videókat, repülőbe vágtam a videókat, repülőtéren küldtem a YouTube-ra, akin követte, látta. Mahadev Prabhu, ő a Srila Sivara Maharajnak tanítványa, Belarusziában prédikál, nagyon idős bakta, nagyon kedves. Pszkóba úgy kaptam a csomagot, hogy három lábon, négy lábon helyett volt. Nem tudom, ezek a bőröndök minden bírják a háborút, de az orosz repülőtéret nem bírták. Kitépték. Gondoltam, ezt meg kell örökíteni, mert sose hittem, hogy ezt el lehet törni. De sikerült, nagyon jó. Aztán Szentpéterváron megjavítottunk. És ez a templomok, ilyen kertes rész a városnak, valahol széle. Van akkor a ház, ahol mi laktunk, hatalmas nagy ház. És mellett 5 perc gyalog mész, még egy ilyen hatalmas nagy ilyen kertes ház, az a templomok, amit láttátok. Itt voltak akkor a reggeli program, Bhakti Chaitanya Maharaj, hát ő is beszélt, és utána mindig én beszéltem, és mindig így ketten, minden program olyan volt, hogy ketten beszéltünk, néha énekeltem, akkor tartotta a avatásokat is közben, amikor, hát egy-egy matagyit felavatta, de nem volt jagja semmi, mert mennünk kellett. Még szerintem ott nincs is, aki tudja jagjázni, csak adta gyapazsákokat, gyapaláncokat, adta a nevet, itt lehet látni egy matagyit, és akkor mentünk. Nagyon érdekes, hogy a tele van baktákkal a programok, reggeli programokra. Nagyon. Bhakti Chaitanya Maharaj annyira alázatos, nagyon alázatos, nagyon türelmes baktákkal. Mindig mondta, hogyha lehetséges, akkor holnap várunk benneteket. És utána, akkor gyertek, gyapázunk együtt. És nagyon-nagyon így szépen inspirálta a baktákat, és mindenki jött együtt gyapázni. És mondta, hogy a gyapának van 3 törvénye. Azt mondja, az első törvény, hogy gyapázni kell figyelmesen. A második törvény, hogy gyapázni kell nagyon figyelmesen. A harmadik törvény, gyapázni kell nagyon-nagyon-nagyon figyelmesen. És akkor nagyon bírták a bakták. Itt pont lehet látni egy kis videót a templomszobáról. Nagyon értékelnek bakták őt, nagyon tisztelnek és nagyon szeretik. Nagyon jó hangulat volt, és utána átmentünk kocsival Szentpétervára, pont lehet látni. És ez minden, ez mennyi 400 valamennyi kilométer, amiért a, látjátok, ilyen öböl, ez a finn öböl. A Szentpétervárnak a szélén már ott kezdődik a finn öböl. Na, odáig még jó volt az út, mert ez még nem volt Szibéria. Ott normális utokon mentünk, és rögtön minket meghívták egy ebédre. Hihetetlen érdekes, hogy van olyan, mint a budapesti templom mellett Bhakta negyed van, ahol Lohitaksa Prabhut építették, hasonló, csak ott nem csak bakták élnek, hanem emberek, akik morális elveket követnek. Hatalmas nagy park, olyan házak, nagyon szépek, csodálatosan néz ki, lehet látni, hogy Veda Village, ez a neve. És egyik bakta ragaszkodott, hogy ahogy érkezünk, menjünk hozzá ebédelni. Bhakti Chaitanya Maharajnak el kellett hagyni az országot pont erre pár napra, mert 90 napig csak lehet lennie. Ő kiutazott bált országokba, és mi az ő szolgájával, Satya Kumar Prabhuval folytattunk az utat Szentpétervár, és utána Belgorod.
És akkor, hát ilyen murtik vannak a Prabhu házában, van Radakrishna, és ezt csak így adták kölcsön. Ez egy, van azért ott egy pár ilyen, ami nálunk Magyarországon nem fér be a standardekbe, ha bárkinek lehet Radakrishna ott, lehet kölcsön adni ide-oda, balra-jobbra. Mondtam, mint hogy a gyereket is lehet kölcsön adni, ugye? Ez a hangulat. És a Prabhut, aki meghívta minket ebédre, 4 órán vagy 5 órán keresztül főzött, és 8 preparációt, és nagyon lelkes volt, az volt a neve, hogy Namaruchi Prabhu. Küldtem is képet Namaruchi Prabhunak, azt hitte, hogy viccelek, mondom, nem, mondom, komolyan Namaruchi Prabhu ez a neve. És akkor annyira boldog volt, hogy ott énekeltünk, tiszteltünk prasádamot, aztán mentünk tovább. Szentpéterváron van egy unokatestvérem, és nagyon szép város, ott muszáj bemennem egy kicsit városba, elnézést kérem ezt a kis bűnért, mert annyira jó város. Az ő apukája, unokatestvéremnek, gyerekkoromban, szovjet időben a leghíresebb csoki gyárnak volt az igazgatója. És mi párszor oda látogattam. Nagyon jó volt. Az anyukájának a testvére a Leningrád cirkusznak a fő rendezője volt. Szóval gyerekkoromban mindig volt jó műsorok, mikor oda mentünk. Van egy ilyen templom, ami most is működik, olyan, mint a budapesti bazilika, csak ami budapesti bazilikát simán a templomszobába ebbe belefér. Teljesen. Ez úgy hívják Iszákivszki szobor. Így látjátok, olyan kis oszlop. Csináltam róla is videót, még vannak oldalról az oszlopon ilyen lövésnek a nyomai, mert bombázták a Szentpétervárt. Habár németek nem tudtak behatolni, de bombázták. Aztán, hogyha valaki akar elszállni, akkor Szentpétervár belvárosomban nem szabad elszállni sehova, mert ott tilos a repülés, a drónozás és a többi. Ez a királynak, ugye, aki építette a Szentpétervár, cár Péter, ez az ő kis szobra, ami nagyon híres, ezt a követ, ezt emberek hogy valahogy hozták több 1000 kilométerből, sokkal nagyobb volt a kő, és kifaragták gránit. Röviden ennyi, ez a Nyeva, nagyon nagy folyó, amikor 91-ben, 92-ben voltam ott, akkor még nem gyakoroltam Krisna tudatot, -8 volt fok, mindenki gyalog járt a folyón, és kivágták lukat, és fürödtek. És napoztak, mert napsütés volt. Fiatalok, öregek. Igen. Itt a híres ermitás, ki hallotta róla, a téli paluta. Hatalmas, ott több mint egy hétig kell járni abba a múzeumba. Én egyszer gyerekkoromban voltam, nem merre bemenni, mert akkor egy hétig ott kell maradni. Olyan nagy, hatalmas nagy, végtelenségig nagy, és utána a mögötte van egy udvar, a következő kép ennek a mögötti udvarnak. Ez a tesóm. Viktor. Ez is, ez az oszlop, az is hatalmas nagy. Ez egy tér ennek a téli palutának a belső udvara. Itt ment a forradalom, itt szaladtak. Ezen a téren a Lenin követők, Krasznéje, tudjátok, piros, bolsevik. Itt ment a forradalom igazából. Ki tudja mikor? 1917, november 7. Nem, ez még októberben volt, de utána átrakták novemberre az a szülinapomra. Az ünnepet. És van természetesen központok, nagyon jó, nincsen saját, ez is így bérelnek, gyorsan kell, mert 10 percünk maradt. Saját hely nincsen, bérelnek, hatalmas nagy, és volt egy ilyen kis bhajanest, akkor így meghívták, hogy egy kicsit részt vegyünk ott a bhajanban. Elnézést, hogy nem annyira tiszta a képek. És van egy jó büfé, nagyon vonzó, nagyon jó néz ki, jó kis finom prasádam van ott. Szépen felszolgálnak, és teljesen templomszoba bejárattól. Kinyitodsz az ajtót, már benne vagy a templomszobába. Lehet pont
most ekadási után jó esik látni. Tegnap nem lett volna szerencsés, és ráadásul a Sundar kiígyált. Igen, szóval így sok minden. Nem tudom, hogy hányan csinálnak, de ha látjátok, rengeteg dolgot csinálnak. Oroszok nem tudnak csak valami, egy pár dolgot, hanem hatalmas sok minden. És tele van mindig, mondjuk úgy, hogy most ez este, de amúgy mindig tele van. Jönnek emberek városból oda ebédre, prasádámra hallani, és ott tovább. Aztán másnap átmentünk, ott is van egy brahmacsári ashram, átmentünk reggeli programra. Szerintem menjünk tovább. Így néz ki. Itt vannak a bakták. És akkor az az ajtó, az már templomszoba ajtó. Mert van két ajtó templomszobában. Ilyen. Jó, elegáns, így normálisan néz ki. Utána bementünk a kis központba, a brahmacsári ashramba. Tiszta, hihetetlen meg vagyok lepve, mert régen és meglepő volt, csak másik irányból. Most jó irányból meglepés, nem meglepő, hogy milyen jól igényesen csinálnak a központokat. Volt egy ilyen reggeli program, megkérték, hogy tartsak Prabhupát áratit. Itt egy kicsit gondoltam, hogy videót. Jagannath Baladev Subhadra, a Murtik, és másnap már mentünk is Rathayatrára. Kijai! Egy ilyen pótkocsi valami, nem azért Londonból hozna oda, az kicsit drága lenne, és parkba, mert belvárosba az egy kicsit bonyolultabb, ott nem olyan forgalom, mint Budapesten, de parkba. De ez a park olyan, mint mondjuk fél Budapest. És akkor ott volt húzva a szekér, vitték, hozták a bakták, rengeteg ember volt, de bocsánat, nem volt hirdetve. Azért csak ennyien vannak, mert nem hirdették. Ez így spontán. De jó hangulat volt, nagyon jó bakták voltak ott. Ugyanúgy osztanak prasádamot. Én pont itt beszélek a Moszkvának, a fő brahmacsári ashramnak a vezetője, később a Krishna Prabhu. Ő is mondta, hogy nekik is kell fiatalok. A Sripati Prabhu. Pont ugyanaz a probléma nekik, amit itt, és akkor lelkesek voltunk, oké, akkor nyomjunk. Kell fiatalok. Színpadi program volt természetesen, és így tovább, és így tovább. Aztán mentünk tovább, Szentpéterváról, Moszkvából, Krasznodár, és akkor Krasznodárból mi kocsival elutaztunk Dzsubga. Ez a neve, ahol volt a Sadhu Sangha Fesztivál. Jaj, nem, bocsi, ez Belgorod, még nem Sadhu Sangha, még mentünk Belgorodba. Ez pont a baktáknak a lakása, a házuk. Emeleten templomszobát csinálták, ilyen reggeli program, így néz ki ez a templomszoba. Nem tudom, hogy ketten élnek, egy Prabhu és a Mataji fiatalok. 33 éves Mataji, 40 éves maximum a Prabhu. Ők csináltak, ott pont láttatok egy Mataji, ő a házigazda, Jánavi Mataji, és szép, jó néz ki, szép oltár van, girirágyuk, és van egy hely, ahol bérelnek, és ott tartanak a programot. Akkor, mivel Bhakti Chaitanya Maharaj nem tudta jönni, akkor rám esett a súly, kellett tartani két programot. Itt is, hát így jönnek sokan, és itt látjátok, most kettő hölgy balra a széken. Amikor már elutaztam, akkor írt nekem Jánavi Mataji, hogy van egy ilyen anti-szekta mozgalom, és ez a két fiatal lány kémek voltak, és beküldték, és ott figyelték, és mind a két előadásra eljöttek, és utána én már elutaztam, akkor megint jöttek, kihívták a rendőröket, hogy itt a misszió törvény sértés van, mert minden, és akkor jó, hogy elutaztam, mert külföldiek ott valamit prédikálnak. Megértem őket, mert Oroszországban annak idején sok terrorista muzulmán izította embereket, tudjátok, ez a fanatizmusra, iszlám
nevében, és van egy védelmi törvények, és félnek, hogy ne történjen így még egyszer. Szóval megértem oroszokat, ez nem Krisna tudott támadás ellen van, hanem biztonság. Mert nagyon nagy az ország, több, nagyon sok a vallás, és mivel Szíriában harcolnak, akkor most nagyon támadás alatt vannak az oroszok, és ezzel el kell figyelniük, hogy ne legyen terrorizmus. Igen, és akkor itt tartottam programokat, nagyon jó volt, és utána elrepültünk hajnalba innen, pont akkor mentünk Moszkvába, és Moszkvából elmentünk be Krasznodárba, ott lehet látni Fekete-tengert. Gondoltam, csinálok gyorsan a videót, és rögtön ott a biztonsági őr, nem szabad videózni, azonnal kapcsolom ki a telefont. Megérkeztünk Sadhusanga fesztiválra, nem tudom, 6 vagy 7 ezer ember bakta volt ott. Nagyon kellemes volt, teljesen megváltozott, amikor 2000-ben voltam Srila Sivaramaharaja Divnamorcba, az nagyon gáz volt. Most nagyon jó volt. Nagyon, nagyon lelkesítő volt. Nem tudom, hogy honnan, de van egy pancsatátva, ami oda, az nem az ők helyük, ez egy ilyen turisztikai szálloda, értitek, ilyen szanatórium, hogy mi az, kibérelnek, és akkor mindig oda hoznak pancsatátvát, nagy oltárt csinálták, akkor van egy Jogan Rishimha, kicsit rossz a kép, és a Jogan Rishimha, ez a Krasznodár templomnak a murtija, és körülbelül 98-ból, 99-ben ellopták a templomból a murtit, Krasznodárból. Aztán vagy Moszkvában, vagy Szentpétervárra megtalálták. Nem. És akkor visszahozták. Ilyen, vannak sztorik. Itt is tartottunk a programot Bhakti Chaitanya Maharajjal. Itt reggeli program, utána volt délutáni program, először dzsapa, és akkor kellett beszélnem dzsapázásról, utána együtt dzsapáztunk, utána volt egy kirtán, utána még ő tartotta a leckét, azt, amit ő csinált, az nagyon kemény. Szóval így nagyon-nagyon-nagyon hosszú volt minden, és nagyon sok energia van a Bhakti Chaitanya Maharajnak, így lehet látni. Itt van egyik Acsutátma Prabhu, a GBC Moszkva a zöld kurtában. Moszkvának és Szentpétervárnak a GBC-je, és Bhaktiananta Krishna Maharaj, ő egyik Sankirtan Ashramnak Moszkvában a vezetője. Ő is orosz szanyászi. Akkor volt Srila Sivaramaharajnak Maharajnak könyvárulás, ott voltak tanítványok, azt sajnálom nem csináltam képet. Most eszembe jutott, hogy asztalról Maharajnak orosz nyelvű könyvekről, de voltak ilyen plakátok, amit ki voltak rakva. Természetesen volt tenger is, azt nem felejtettünk, nem hagytunk ki. Nagyon kellemes volt, de kellemesebb volt társulni baktákkal. Ő az Ambarishi Maharaj, vele tavaly utaztam egy 3 hétig, igen. Moldáviában, Szentpétervár, Moszkva, végtelen alázatos, Sankirtan bakta most is, kimegy oszt, ez a lényeg neki, ő azért utazik az országot, hogy kimenjen osztani könyveket. Itt volt a Ravi Lochan Prabhu, ki nem tudom, ki emlékszik, egy brahmacsári. Ha? Nem, Ravi Lochan Prabhu itt volt brahmacsári Budapesten. Igen, most vele utazik, mennek, osztanak könyveket és a többi. Színpadon is, hát ez a dzsapa után volt egy kirtán, és utána még egy lecke, szóval ilyen programok voltak ott. És ez úgy, itt csak ezért ennyi baktát látjátok, mert egyszerre párhuzamosan tudjátok, volt több lecke, több előadás. És mindenkinek jött 200, 500 vagy 1000 bakta az előadásra. Nem volt üres a program. És ez egy kicsit másik oldalról. Észrevettétek, hogy a táncot vagy Magyarországról... Ezt akartam. Igen, majdnem minden templomban úgy táncolnak, mint Magyarországon. Ez Magyarországtól kapták. És akkor utána, amikor az letelt, akkor mentünk Moszkva, és utána mentünk Tomszk, a Szibériába. Itt lehet látni csodálatos, végtelen erdőket. Tajga, amelyeknek sosincs vége. És megérkeztünk Tomszkba, nagyon pici-pici temploma volt, de
hihetetlen, hogy bakták, hogy honnan van ennyi bakta ott. Jöttek, és lelkesen. Ott érdekes, hogy nem kell mondani, gyere táncolni. Mindenki táncol, és mindenki hangosan énekel. Hogy nincsen, ott nincsen ilyen, nekünk itt Magyarországon vannak néha ilyen gátok belül, ott nincsen, csak mennek és táncolnak, jól éreznek magunkat. Ez nagyon tetszett. Természetesen van lotuszláb, ez az oltárok, kis murtik vannak ott, de így próbálnak, lehet látni, igyekeznek, hogy jó legyen, szép legyen, színes legyen, és akkor onnan beindultunk egy kis körútra, itt lehet látni városokat, ami autós utak voltak, akkor volt Tomszk, Tomszkból mentünk, mert nem látom innen ott, Novokuznyeck, ez mindjárt megmutatom templomot, Novokuznyeckből mentünk Barnaul, köszönöm szépen, Barnaulból mentünk Novosibirsk, de Berc van egy kisváros, az csak beugrottunk kis programot tartani, aztán mentünk tovább. A szórakozás. Igen, és akkor ez már a Novokuznyeck, meglepődtem, új két éves templom, arról csináltam videót. Nagyon jó minősége minden, tisztaság, végtelen alázatos templom prezident, nagyon kedves. Ugye érkezésnél természetesen segített bakták, tiszteletet ajánlottak, ahol illik, Vasnava kultúrában. És akkor volt ott is reggeli program, esti program, és nagyon-nagyon kedves bakták voltak, nagyon jó volt. És mikor csináltam videót a templomról, zárva volt az oltár, de mondta a prezident, nem baj, menjünk föl, és akkor csak így felmentünk, és akkor zárt függő mögött, ott mások sztenderdek, mint nálunk Rádesnámnál, és akkor felvettünk, ott van a Salagrám, van Gornitá, és természetesen Jagannát, Baladev, Subhadra. Szóval oroszok valahogy szeretik. Utána innen, mikor átutaztunk Barnaulba van ideglenes kisebb templomunk, de megvették hatalmas nagy, most lehet, hogy én lépek tovább, Jagannát, Baladev, Subhadra, lehet, hogy nem kerül képbe most, pedig itt vannak. Kijaj. És ők vették Barnaulban egy nagy épületet, ami most pár évig fognak építeni, meg kell, vagy átalakítani. Ideglenesen már kialakították templomszobát, ahol vannak programok, de szép nagy, ott nagy jövő van, nagyon csodálatos helyet tudnak kialakítani. És itt is énekelnek, majd mindjárt lesz egy kis kirtán, táncolnak, hallanak, szóval lelkes, nagyon jó bakták. Lehet, hogy itt lesz a kirtán rész, látjátok? Ott szóval mindenki táncol, szóval nem probléma. Matadzsik még cifrásabbat egy kicsit, ott mindenhol kicsit még. Na most megmutatom nagyon titkos képet. Az homályos is, ami nem baj, ami jó is, mert van a híres orosz bánya, ez úgy hívják, hogy magyarok úgy mondják, hogy sauna. És akkor ott nem csak be kell ülni, melegedni, és akkor merülőbe, hanem van egy, amikor háromszor bementél, és iszol sokat, utána kell egy ilyen csokorral, ki kell ütni a minden betegséget, almát, toxinokat, és akkor így, amikor már ilyen 100 fokban fel vagy hevedve, akkor azzal még téged megtisztelnek. És nagyon sok faépület van ott, és nagyon jó, ez egy ilyen, ugye jó néz ki nagyon. Jó néz ki ez a kis épület. Akkor utána elmentünk, most már nem sok marad, mert ez már Berdzsk város, nagyon, ott is nagyon pici templom, nem is tudtam, hogy hogyan férünk el, nagyon tele volt. Ott is, ez amikor mi Barnaultól mentünk ugye a nagy Novosibirskbe, akkor csak be, ott közben ejtettünk egy kis programra. És ez már Novosibirsk, ott is vették egy épületet, egy nagyot, és csinálnak templomot.
voltunk ott, most nem raktam ide, de van róla is egy kis videó. Ez egy magánház volt, csak ennyit mondanék, hogy van magánház volt, nem tudom, az is hatalmas, és valahogy bementünk fürdőszobába, és a fürdőszobába egy medence, ilyen 2 méter mély, szóval nem egy kád, hanem egy medence. Egy úriembernek, a cigány úriembernek volt a háza. Szóval így utaztunk körbe, sok kaland volt, nagyon-nagyon jó bakták, nagyon kedvesek és lelkesek, és tetszett nagyon. Annak ellenére, hogy a test egy kicsit betesztelt, de az nem volt annyira zavar. És akkor így utána vége tért az egésznek, és hazatértünk Magyarországra. Köszönöm szépen a figyelmet! Sisi Radha Shama Sundar ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaura Premanande, Haribol.